Szebesi Tibor polgármester úrral beszélgetünk, miután látta a szavazatát. Mi a tétje a mai választásoknak karcak szempontjából? Óriási a tétje, hiszen azt gondolom, hogy karcag is ugye Magyarország része, tehát mindenképpen döntenünk kell Magyarország jövőjéről. Természetesen ezen belül karcag jövőjéről is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy azt a fejlődést választjuk, amelyet eddig sikerült elérnünk, és ezen az úton haladunk tovább, és ahogy megszoktuk, hogy ugye karcak fejlődik, mert fejlődnie kell. Hát remélem, hogy mindenki az alapján dönti el, hogy hova szavaz, hogy fejlődnie kell karcagnak. Tehát a jövőnk az mindenképpen a fejlődés. Még nincs kilenc óra, amikor beszélgetünk, és itt folyamatosan jönnek a Szent Tanai Középiskolába szavazni. Ez azt jelenti, hogy mindenkit érdekel az ország sorsa. Igen, én is úgy látom, hiszen reggel járva a várost azt tapasztaltam, hogy minden szavazókör előtt óriási sorok állnak, rengeteg autó parkol, az időjárás az sajnos olyan, amilyen, tehát nagyon sokan választják azt, hogy nem gyalog, hanem személyi gépkocsival mennek szavazni, de azt látom igen, hogy a forgalom nagy, nem egy megszokott vasárnap reggeli forgalom az, amely karcagon az utakon tapasztalható, úgyhogy azt látom, hogy nagyon nagy a részvételi arány, ez azt hogy nagyon sok embert érdekel az, hogy mi lesz Karcag és mi lesz Magyarország jövője. Én arra kérek mindenkit, hogy menjen el szavazni, alaposan gondolja meg azt, hogy mit választ, és hát bízom abban, hogy, hogy sikeres lesz ez a választás, és utána ugyanúgy, ahogy eddig is, Karcag azon az úton fog tovább haladni, amelyet elkezdtünk. Köszönjük szépen! Köszönöm!